Sok szeretettel köszöntjük a bérmánkozók nevében. Isten hozta. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nem azért van bérmálás, mert akkorára nőttünk, és megérdemeljük. Egyikünk se érdemel semmit, hanem akkora az Isten alázata, hogy léptennyomon lehajlik, velünk találkozik, érintkezik, és ettől szépül meg az élet, és kap értelmet minden. Elég volt a gyerekeskedésből, a fafejűségből, az ötlet nélküliségből, próbál életre kelteni ez a beavató szentség. Azt, amit Isten próbál ebből a bolygóval és lakóival kezdeni, hogy ne csak éljünk és meghalljunk, vegetáljunk, hanem irányba éljünk, fejlődjünk, nem egyedül, összekapaszkodva sokan, felnőttek legyünk, nem mázsára, kilóra, hanem belülről, jellemben, hűségben, a szeretetben. Nem emberi ceremónia, hanem istenvárás. Ezért elhallgatunk, mert ide akárhogy nem lehet besodorodni, mint egy falevél vagy egy szökött kutya. Na, de nem is tudom magamat emelni saját hajamnál fogva. Csak kitárulkozni tudok. Csak őszintének lenni lehet. Uram Istenem, nagyon rád szorulok. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én létem, én igen nem létem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz,
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Olvasmány a királyok könyvéből. Illés próféta idejében Szareftában megbetegedett a fia annak az özvegyasszonynak, aki Illésnek szállást adott. Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem maradt benne élet. Akkor az asszony így szólt Illéshez.
Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékeztess vétkeimre, és megöld a fiamat? Ő azt felelte neki. Add ide fiadat! Elvette öléből, és felvitte a fenti szobába, ahol lakott, és lefektette az ágyra. Azután az Úrhoz fordult. Uram, én Istenem, hát csak ugyan szerencsétlenséggel sújtod ezt az özvegyet, akinél lakom, s megölöd fiát. Majd háromszor a fiúra borult, és segítségül hívta az Urat. Uram, én Istenem, engedd, hogy visszatérjem a lélek ebbe a fiúba. Az Úr meghallgatta Illés könyörgését. A lélek visszatért a fiúba, aki erre életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, levitte a felső szobából a házba, átadta anyjának, és ezt mondta. Nézd, a fiad él. Az asszony erre így szólt Illéshez. Most már tudom, hogy csak ugyan Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság az ajkadon. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallottátok már, hogy azelőtt még mint zsidó milyen magatartást tanúsítottam. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. Zsidó vallásosságomban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának. De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát és hirdessem őt a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe se mentem föl apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam 15 napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, az özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent. Nagy próféta támad közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. És testvéreim, történt egyszer ott Kaposvár melletti falucskába, ahol én hétköznap lakom. Bejön számomra idegen, és mivel én civilbe voltam, valószínűleg ő számára is én idegen voltam. Anhanyagul, hogy bejelent egy keresztelést. Kicsit furcsa volt a helyzet, mert nem bejelenteni szoktuk, hanem kérni. Illetőleg az egész helyzetből látszik, hogy fogalma nincs, hogy ki vagyok én. De hát kapcsolatban akkor arról sincs fogalma, hogy ki a plébános. Hát kicsit belekérdezek, hogy ne haragudjam már, hogy megkérdezem, ön jár templomba? Én oda a lábamat be nem teszem. Hát mondom, és miért? Mert a legjobb barátjának a temetésén a pap azt mondta, hogy az Isten elvette közülünk. Hát, ha az Isten ilyen, akkor én oda nem megyek. Hát klasszikus eset. Próbáltam ott valamit magyarázni, hogy a plébános is tud ügyetlenül fogalmazni, de az egész hit összességét, a Bibliát kellene nézni. De hát nem nagyon érdekelte őt. Én viszont nagyon is elgondolkodtam rajta, hogy a hitetlen, akkor mi köze neki ahhoz, hogy az Isten mit csinál? Nincs Isten, hát mert ő ateista, ő azt mondja. Vegyük úgy, hogy nincs. Na akkor legyen szíves megmagyarázni, hogy most mi történt. Valószínűleg mellé beszél, hogy hát az emléke, az él. Szoktuk ilyenkor fejcsóvával kérdezni, hogy meddig mégis. Ha ki emlékszik még a dédo anyjára, vagy a szép szülőkre. Hát, régészek keresik a múltat, írásszakértők böngészik a ránk maradt anyagot, de emlékezni hát egyikünk se. De hát miért nem akkor áll ki az igazsággal az ateista a koporsó mellett, és mondja meg őszintén, hogy lejárt a szavatossági idő, hát ez nem olyan csuda, ha minden háztartásban, minden este előjön, hogy ez még most használható, vagy sem, rá van írva minden élelmiszerre. Ha minden, ami él, annak egy időtartama van, addig működik. Ennyi. Hát elég orlogató világ lenne ez. Valószínűleg jóval nagyobb lenne a szórakoztatóipar, meg a közlekedés kultúra, mert mindenki valahová futna, valahová menekülne, hogy felejtsük, ne gondolkodjunk, előre ne nézzünk, elég a napnak a maga baja, öröme,
nem tudom, hogy lesz-e holnap egyáltalán. Hát persze azt sem tudom, hogy egy ilyen világ tud-e tervezni, hogy lehet-e neki költségvetése például, vagy egyáltalán mivel motiválják a szülők, hogy miért kell tanulni az iskolába. Én annak idején is elgondolkodtam, hogy olyan rövid a föld életet, akkor mit tanuljak én nyelveket? Hát mire megyek vele? Ezek ilyen keserű melléktermékei a kísértésnek. Isten nem lett volna köteles elárulni ezt a titkot. Maradhatott volna ez olyan végső poénként, hogy végig küszköd több-kevesebb becsülettel egy valamit érő életet, és akkor azt hiszi, hogy vége, és kiderül az utolsó tized másodpercekben, hogy nincs vége, és gratulálok, és most kezdődik az egész. Állj az áldottak közé, nem a hited miatt, meg nem a templom miatt, hanem az irgalmad miatt, mert nem tudták közömbös lenni a gyereket felé, a szomszéd felé, a többiek felé. Hát te tulajdonképpen nagyszerű ember vagy, csak nem tudtad. Neked hihetetlen érdekes volt minden pillanatod, minden hétköznapod. Ez ránk zuhanna ez a meglepetés, miközben dubognak a rögök a koporsómon, közben én úgy fantáziálok, hogy ezt hogy lehetne színpadra vinni. Hát egyre fokozódna a fényerő, és egyre boldogabb lennék, egyre nagyobb mosolyjal, hogy hú, ha tudtam volna, mennyivel több kedvem lett volna minden jóhoz. Istenem, lehet, hogy főfoglalkozásba téged szerettelek volna, mint egy boldog szerzetes vagy szent életű lelkivezető pap, de kár, hogy csak a végén hallom ezt. Na hát erről van szó, erről beszélt a mai rövid kis evangélium, hogy van, aki erősebb a halálnál. Van, aki a világnak így ura. És akkor ne szentképeket nézegessünk, és ne régi festményeknek a felhőjátékát, meg trónust, meg ezek ilyen Kopernikus előtti elgondolások. Hát sokkal drágább az, hogy hát ezek szerint én nem vagyok egy tucat, egy porszem a világország útján. Hát ezek szerint nem mindegy, hogy mit csinálok, hogy jót vagy rosszat, egyáltalán állok vagy megyek, vagy ó, de jó embernek lenni, de jó, és itt jön ki őszintén a végén, hogy de jó kereszténynek lenni, de jó egy ilyen Bibliát olvasni, de jó egy ilyen Istenhez tartozni, aki, és most kimondom a ünnep teljes címét és tartalmát, akinek szíve van. Nem úgy, ahogy a szentkép mutatja, még én erre sem nagyon tudok ránézni, erre a sugaras Jézusra, annyira zavar ennek a színvilága, vagy egy olyan apácásnak érzem, de végtelen nagy igazságot mond, hogy Isten nem az öklével csinál itt csillagoknak utat és a történelemnek rendet, hanem a szívével dolgozik mindig. Ezért lehetett azt átdöfni és leköpni. Óriási kincs, az élet értelme forog kockán egy-egy templomi esemény kapcsán. Ezt jelentette már a keresztelés, bekötnek ebbe a hatalmas összefüggésbe, öröm áradatba. A bérmálás pedig ennek a realizálása, mintha nem volna elég, és nem is elég önmagába a külső elektromos távvezeték, amit húzódik Somogyba, Zalába, annak kell minden lakásba, minden templomba bekötésének lenni, és vezetni kell a falba, a konnektorhoz, a villanylámpához, azon keresztül az én kis eszközömhöz, a konnektorból, a mobilba. Hát ez az alkalmazás, ez a bérmálás. Magamba is tudatosítani, hogy nagyon jó, hogy élek, nagyon jó időpontban. Most omlanak össze az ateisták, Brüsszelbe és máshol is, a világ megy a falnak, én meg most indulok együtt Istenemmel. Fogalmam sincs, hogy mi lesz az az út, amit ő kivív, amin a jó fog diadalmaskodni, de afelé megyünk, és de jó ilyen sereghez tartozni. És akkor édes terveket szövegetnék, ha én a helyetekben lennék, hogy hát ma van vasárnap, hát már az estére is vigyázni fogok, hogy ne jöjjön elő a szokott unalom, meg
fapofával, csak hogy kösz, hogy nem, mert tisztességesen lehetne beszélgetni, én kezdhetném a beszélgetést. Az mindig a nagyobb szeretet jele, amikor valaki megtöri a csendet, és én nagyon hálás vagyok, egyszer ezt meg kéne mondani, akár csak úgy négy szem köz, hol anyunak, hol apunak, hogy nagyon köszönöm, amit eddig tettek, értem. És akkor tele lennék tervel, hogy ha még iskola, vagy ha utazás, vagy munka vár rám, hogy csinálom én azt, mert olyan szép minden, mert jegyeznek mindent piros betűvel fönn a mennybe, hogy mikor voltam jó szívű, mikor voltam aranyos, amikor nem viszonoztam a világ közönyét vagy undokságát. Ezek az én ünnepnapjaim, és úgy szeretném nem hiába leélni az életem. Na, itt abba hagyom, mert ezt reggelig lehetne még mondani. Kérem plébános atyát, egy-két szóval mondjon valamit fiataljairól. Főtisztelendő püspök atya, mint a nagykanizsai Jézus szíve egyházközség plébánosa, szeretettel mutatom be ifjú híveimet és a felnőtteket. A fiatalokat három hitoktatónk, Erika néni, Éva néni és Ica néni készítették föl. A idősebbeket, felnőtteket, bocsánat, ez a helyes kifejezés, Gáspár atya készítette föl a bérmálás szentségére. Kérem a szentség kiszolgáltatását. Gratulálok minden családnak, minden közösségnek, ahonnan indul egy ilyen fiatal, elszánt élet. Őnekik maguknak leginkább, hiszen hamarabb indul a serdülés, mint régen, és nem fejeződik be időre, ahogy mi elképzeljük. Kinyúlik ez az érzékeny, válságos idő 10-15 évre, néha még hosszabbra. És közben felnőttként működik a szervezet, és nekik felnőttként ezt kordába kell tudni tartani, abban a boldog távlatban, hogy van Isten és szeret nagyon. Nem könnyű. Előfordulhatott volna, hogy olyan életkorban, helyzetben vannak, hogy ő megmakacsolja magát úgy, mint jó pár osztálytársa vagy kortárs. Nem. Most nem. Nincs kedvem hozzá, vagy akármi. Hát az anyu elsírta volna magát, egy rossz estét szereztek volna, de végül is nem lehet ide kényszeríteni. Hogy ők itt vannak, az azt jelenti, hogy valamennyire velünk együtt éreznek, már ide tartoznak, ebbe már önerő is van beletéve, Isten hatalmas előlegébe, amiben lesz egy keresztény élet. Tehát nagyon örülök, hogy ránézek a népségre, társaságra és a hozzátartozóikra. Kérem, csak a bérmálkozókat álljanak föl. Ellene mondotok-e a sátánnak minden cselekedetének és csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek, fölnek, teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök? Hisztek-e a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszent egyház hite is, amelyet boldogan vallunk. Ezt tanultuk hittankönyve, imakönyve, ez áll vasárnaponként, ezt megvalljuk, és ez így megy ezer évek óta, és nem csalódtunk benne. Persze nem kérdés-feleletekből áll a világ, mert ez egy tartalomjegyzéke, csak egy nagyon gazdag világnézetnek, alapnak, mélységnek. Mindig ez az ipari csoda jut eszembe, a Kőrösvegyi Völgyhíd. Karcsú pilléreken óriási forgalom, nemzetközi forgalom. Ezeken a rövid kérdéseken válaszolkor múlik minden szinte. A teljes emberi munkaerkölcs, a házasság, a hűség kérdése, a veszteni tudás, a küzdeni tudás, minden ide megy vissza.
nagyon kérem, hogy ne hagyjátok abba a tanulmányozását, csak hát persze nem ilyen gyenge gyerekfokon van minden eszközötök, internet, útlevél, térkép, keressétek, hol vannak hasonló gondolkodásúak, hol vannak értelmes előadások, jó zarándoklatok, boldog tábortüzek, zenekarok. Egyikőtök sem maradjon magányra, mert most jön a meglepetés, hogy ami nekünk olyan fontos, a másik a vállát se rántja rá. Rengeteg másként gondolkodó van, meg sehogyan se gondolkodó. Ezért kell ezt elmélyíteni. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassz el jóságosan szent lelkével övéit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A Szentlélek erősítse meg őket bőkező ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa hasonlóvá őket Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak, Atya, Te már a keresztelkedésünkkor új életet adtál, és megszabadítottál az áteredő bűntől. Most kérünk, küld el a vigasztaló szent lelket, add meg a bölcsesség és értelem lelkét, a jó tanács és erősség lelkét, az isteni tudomány és áhítat lelkét, és tölts el az istenfélelem szent lelkével Krisztus Urunk által. Elkezdődik az egyenkénti bérmálás. Bérma szülő, jöjjön védence mögé. Thank you.
fölállva mindannyian köszönetet mondunk. Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét és a Szentlélek ajándékait, ott, hogy híveid a világ előtt megvallják a keresztre feszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát Krisztus Urunk által. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az egyetemes könyörgéseket imádkozzuk. Könyörögjünk a mindenható Atya Istenhez. Imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Hallgass meg, Urunk! Áraszd ki, Urunk, Krisztus világosságát Béla megyés püspökünkre és az egyház püspökeire és papjaira. Hallgass meg, Urunk! Áraszd ránk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, küldd el a szent lelkedet a világra, hogy szeretetben egyesítse az emberiséget. Hallgass meg, Urunk! Engedd, Urunk, hogy akik elhagyadottnak érzik magukat, a Szentlélekben rátaláljanak az igazi örömre. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk a megbérmáltakért, hogy kapott küldetésüknek megfelelően éljenek az egyházban és a világban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, Urunk, add meg azt a kegyelmet, hogy szüleink, bérma szüleink példájukkal segítsenek bennünket a hozzád vezető úton. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, Te megadtad első barátaidnak, az első püspököknek, az apostoloknak a szent lelket. Ők jól értették, hogy nem magán kincset kaptak, ez közérdekű, mindenkire tartozó, továbbadták a készfeltétel látható, ellenőrizhető világos jelével. Ez kísér végig a liturgiában, szinte valamennyi szentségünkben, és elérkezett a Szentlélek hozzánk is. Kérünk, ne csak a forma, ne a liturgia pusztán, hanem alakítsd át a szívünket, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkös napján, Krisztus, ami Urunk által. Folytatjuk a szentmisét a felajánlással. Thank you.
kérünk, Istenünk. Tekints szeretett fiat kimondhatatlan jóságára, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá bőségesen a szent lelkedet. Hogy a számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásod, amire eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon.
tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadba bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és megjövő az én lelkem. Drága testvéreim, az áldoztatás rendje következő módon alakul. A bérmálkozók és a bérmaszülők fönt püspökatya áldoztatja őket, ahol megbírmálta valamennyiüket. Középen Gáspár atya áldoztat, jobb oldalt
Kis Zsolt atya, baloldalt a Szent Kereszt oltárnál pedig Zoltán atya. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket. Kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, Krisztus, a mi Urunk által. Főtisztelendő Püspök Atya, kérem szíveskedjék meghallgatni a Püspök Atya által újonnan kinevezett testületi tagoknak az estetételét. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen a hála. Áldás a szülőkre. Van hely, hol minden kicsi széken nevetve ültem egykoron. És tipegő léptem gügyögéssel mosolyt rajzolt az arcokon. Van ház, ahova tartozom, más otthonba se térek. Bármely családhoz, minden házba, csak mint idegen úgy lépek. Valakiket, a szüleimet eléggé meg nem állhatom. Valakinek, ha százszor élek, adóságom le nem róhatom. Édesanyák imája. Szűzanya, mennyei pártfogónk, könyörögj érettünk, hogy jól tudjuk nevelni gyermekeinket. Segíts, hogy kezdettől Istennek és az örök életnek neveljük őket. Tudjunk bölcsek és erősek lenni, hogy mindig megtaláljuk és követni tudjuk a helyes utat, módot nevelésükben. Szavainkkal és tetteinkkel mindig jó példát adjunk nekik. Tartsd meg őket szeretetben,
hogy magasztalják a te szentséges nevedet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten.